Kinek ne lenne ismerős a magyar festészet egyik legismertebb remek műve, a Majális. A kép nem csak a művész Színyei Mersepál kultuszában játszott főszerepet, hanem önmagában is ikonikus jelentőséggel bír. A magyar képzőművészet és a 19. századi magyar festészet egyik legjelentősebb alakjának életművét mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria időszaki kiállítása egészen február 13-áig, amely mintegy 120 művet felvonultató kiállítás kép és kultusz összefüggéseit vizsgálja Színyei életművében. 2020-ban terveztük megnyitni a Színyei kiállításunkat, ezt a kiállítást, ahol most is állunk, ugyanis a mester abban az évben született 175 éve, és az volt a halálának is a kerek évfordulója, viszont ezt is sajnos fölülírta a Covid-helyzet, és végül 2021. novemberében tudtuk megnyitni ezt a kiállítást. Természetesen nagyon örülünk neki, hogy végül sikerült, és hál' Istennek úgy látom, hogy a látogatók is nagyon szeretik ezt a tárlatot. Az időszaki kiállítások között az odalátogatók válogatást láthatnak Hollán Sándor kortárs festő szépművészeti múzeumnak adományozott műveiből is. Továbbá Molnár József a 19. század ismert és elismert termékeny festőjétől. A Színyei Mersepál művészetét bemutató kiállításhoz érdemes hozzákapcsolni a Molnár József időszaki tárlatunkat is. Ez egy pici kamara kiállítás, viszont rengeteg sokszínű gyönyörű alkotás látható benne. Molnár József szintén egy 19. századi alkotó volt, aki bejárta a századra jellemző művészek útját, és egy rendkívül érdekes, sokszínű életművet hozott létre. Ez február végéig látható a múzeumban. Továbbá most Hollán Sándor művészetét is bemutatjuk egy kamara kiállításban. Hollán Sándor egy 1956 óta Franciaországban élő művész, viszont egy nagyvonalú gesztusként az életművének egy nagyobb százalékát a Szépművészeti Múzeum és Magyar Nemzeti Galéria számára felajánlotta, ebből láthatnak most egy válogatást az érdeklődők. A Magyar Nemzeti Galéria a hatályos kormányrendelet értelmében védettségi igazolvány nélkül is látogatható, de a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése kötelező a múzeum teljes területén.